Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Sikeres, versenyekben, díjakban gazdag éve tudhat maga mögött a Kistelki Hétkerék Egyesület. A novemberi közmeghallgatás során több sportdíjat is kaptak az Egyesület tagjai. Stábunk Sándor Attilával, az Egyesület elnökével és Kalapács Anett edzővel készített évértékelő interjút. Illetve az Egyesület pár tagjának is tettek fel kérdéseket a díjakkal és az Egyesületen belüli munkájukkal kapcsolatban. Nem sokára véget ér a 2015-ös év, aminek során a Kistelki Hétkerék Egyesület nagyon szépen teljesített. Hogyan értékelnék ezt az idei évet? Én úgy érzem, hogy egy igen sikeres évet zártunk. A versenyszezon már véget ért, most megkezdődött a következő versenyszezonra az alapozás. Nagyon sikeresek voltak a versenyzőink, sok versenyzővel álltunk, relatív sok versenyzővel álltunk rajthoz az Egyesület nagyságát tekintve, és nagyon büszke vagyok a versenyzőkre. És pontosabban milyen versenyeken vettek részt? Hát kezdődtek az évelején a megyei versenyekkel. Ezek alapvetően a sportcsarnokokban megrendezett versenyek voltak, aztán a szabadtéren is edzettek és versenyeztek a gyerekek, és ugye így fordultunk rá az országos versenyekre. Ha jól emlékszem, akkor Szegeden kezdtük a Dóm kupával. Az volt az első ilyen verseny, majd aztán a Diákolimpia, illetve egy újabb szegedi verseny következett. A Diákolimpia azért fontos, mert ugye hiába rendeznek versenyeket Magyarországon, országos versenyeket, vagy éppen országos bajnokságot, de mégis sok ember számára a Diákolimpia az a megmérettetés, ami igazából számít, vagy amit úgy tekintenek, hogy az egy kiemelt országos verseny. Ugye ez volt a következő, amint Kazinc Barcikán a versenyzőink indultak, de ugyanilyen szintű volt a Szegeden megrendezett országos bajnokság is. A két verseny azért is volt fontos, mert a Diákolimpián sikerült ezüstérmet szerezni az egyik versenyzőnknek, ott Sándor Beatrix, aki a dobogó második helyére léphetett föl, és ez év végén azért nagyon sokat számított a városi sportdíj odaítélésénél. Valamint nagyon fontos volt a szegedi verseny is, ahol a csapatunk, illetve a háromfős váltó, Bitó Szilvia, Nagy Violetta Milla és Sándor Beatrix, ez a hármas váltó pedig országos bajnok lett. De emellett Szombathelyen versenyeztek a lányok, Tatabányán kétszer, a Turul kupán, a Kelet-Európa kupán, illetve a Vértes kupán, ott két kupát három néven rendeztek meg. Ott is nagyon szép eredményeket értek el, mind váltóban, mind pedig egyéni versenyekben. Az egyik versenyzőnk, ő az összes országos versenyen elindult, és minden versenyen dobogón végzett. Egy versenyen harmadik helyen, az összes többi versenyen második helyen. A csapatunk pedig a lehető legtöbb versenyen indult, és a csapatbajnoki cím mellett ezüstérmeket hoztak haza, amiket nagyon meg kell becsülni, mert például a Kelet-Európa kupáról is ezüstérmekkel sikerült hazajönni. Tehát versenyek tekintetében ez a legfontosabb, és hát nem csak a kiemelt versenyzőkről kell szót ejteni, hanem azokról a versenyzőkről is, akik egy-egy versenyen indultak el, ugyanis az ő eredményük is beleszámított az országos GP értékelésébe, és bizony országos szövetség oklevele jutott nem egy versenyzőnknek, aki legalább egyszer itt az országos sorozatban korcsolyát húzott és pályára lépett, azok ezt megkapták, úgyhogy a kicsik közül, tehát a legkisebb korosztályból, mint az óvodás korosztályból is van ilyen versenyzőnk, és középiskolai korosztályból is van ilyen versenyzőnk. Díj tekintetében még egy díjat érdemes kiemelni, ugyanis az egész éves verseny eredményt, az országos GP eredményét is díjazták az utolsó versenyen Tatabányán, és egyéniben
országos harmadik helyet, a GP harmadik helyét sikerült megszereznie az egyik versenyzőnknek, és ő pedig a szövetségnek az egyik kupáját, a jó megérdemelt kupáját hozhatta el. Emellett természetesen az egyesületünket is díjazták. Az országos bajnokságon voltunk talán a legbüszkébbek, mert ott nagyon szép eredményeket elérve, egy friss, újonnan alakult egyesületként, a 8-ból, ha jól emlékszem, az 5. vagy a 6. helyen végeztünk, 5. helyen, ami egy óriási dolog, hiszen például Kazincz Barcikát is megelőztük azon a bajnokságon, és hát büszkén vettük át a Tatabányán is a GP legvégén azt a kupát, amivel az egész éves teljesítményét az egész egyesületnek elismerte az Országos Szövetség. Hogyan zajlik egy-egy felkészülés egy ilyen versenyre? Hát ez egy elég összetett dolog. Egy egész éves felkészülésről beszélhetünk egy versenyszezonban, ahol a száraz edzésekkel alapozzuk meg a korcsolyát húzott időszakra a versenyfelkészüléseket. Ott szárazon futás, szögdelések, gyorsaságfejlesztő és állóképességi gyakorlatok vannak, meg technikai is persze. Utána, amikor bejön a jó idő március környékén, elkezdünk már a versenyekre készülni, kimondottan mindig a következő, és legfőképpen mindig a legnagyobb versenyre készülünk, jelen esetben meg az elmúlt évben és a jövő évben is az országos bajnokság lesz a legfontosabb versenyünk. Heti egy edzésünk van, ami igen kevés, a többi egyesület hetente 5-ször edz az amatőr korosztályokkal. Így a lányoknak és a fiúknak, akik komolyan versenyeznek, őnekik külön otthoni, egyedül, vagy akár csoportos munkát kell végezniük, amire nagyon büszke vagyok, hogy ebben az évben nagyon ügyesen megcsinálták ezeket. Látszik a teljesítményükön, hogy komolyan vették az edzéseket, amiket kiírtam, és az én felügyeletem nélkül is, Attila felügyeletével, meg anélkül is nagyon ügyesen megcsinálták, és látszik a fejlődés. Versenyszezonban a 3-4 edzés sem volt ritka azoknak, akik az országos versenyeken indultak, és nem csak kor is edzések voltak, ahogy Anett is elmondta, hanem úgynevezett száraz edzések, hát igen, például a futóiskola, a futóedzések, egyebek, de volt kifejezetten vizes edzésünk is, amikor úszóedzéseket végeztünk itt a nyári szezonban, és ezek nagyon-nagyon sokat számítanak a versenyzőknél. Azt vettük egyébként észre, hogy ezek az edzések, illetve ez a sport tevékenység visszaköszön az iskolai életben is, hiszen örömmel mondhatjuk, hogy ezek a lányok az iskolai sportrendezvényeken is eredményesebbek lettek, mint az elmúlt esztendőkben. Hány tagú most az egyesület? Illetve ha valaki véletlen kedvet kapott volna ehhez a sportákhoz, hol lehet csatlakozni? Hát az edzéseken változó létszámmal vesznek részt, de nem ritka, amikor több mint 20-an húznak korcsolyát. A 20 fő, vagy a több mint 20 főből kicsik is vannak, tehát az óvodás korosztály, az utánpótlás korosztály, de vannak felnőttek is. A Anett vezetésével nyári tábort is tartott az egyesület, itt 21-en vettek részt, 21 gyerek vett részt, nem csak Kistenekről, hanem volt olyan környező település, ahol jöttek hozzánk, és van olyan kislány, aki az edzéseket is rendszeresen látogatja, nem kistenekiként jár be az edzésre. Tehát a rendszeres edzéseken is 12-en, 15-en, 18-an rendszeresen itt vannak. Az egyesület tagsága nyilván nincs átfedésben azzal, aki edzésre jár, mert úgy gondoljuk, hogy aki versenyző lesz majd, neki kötelező az egyesületi tagság, hiszen másként nem indulhat el versenyen, de azt szeretnénk, hogyha minél többen jönnének hozzánk egyesületi kötelem nélkül is korizni, és nyilván amikor majd a kisebbek vagy a kezdők is úgy látják, hogy beállnak a versenyzők sorai közé, akkor majd belépnek az egyesületbe, hiszen így kaphatnak csak országos versenyengedélyt arra, hogy versenyezhessenek. És mik a tervek a 2016-os évre, vagy esetleg nagyobb távlatokra nézve? A 2016-os évre a tervek között szerepel egy nemzetközi versenyen való indulás. Hát most úgy átlagban, ha versenyeket nézzük, 7 versenyzőnk van, akik országos versenyeken is indultak már, egészen kisiskoláskortól
középiskolás korig. Őket szeretném már elvinni nemzetközi versenyre, és a cél, hogy minél több versenyzővel álljunk rajthoz az országos bajnokságon. Még egy dolgot szeretnék kiemelni az idei esztendőből, mégpedig rendhagyó és hagyományteremtő céllal rendeztünk egy görkorcsolya diszkót Kisteleken. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy tornateremben zene szólt, hanem a városnak az egyik legjobb helyén, az Expresszóban sikerült ezt a nagyon jó bulit megrendeznünk. A diszkóteremben több mint 50-en szórakoztak egyszerre. Itt nem csak a Hétkerék Egyesületnek a tagjai és a felnőttek vettek részt, hanem meghívtuk a megyei egyesületeknek a tagjait is. Sajnos pont a legködösebb időben sikerült megrendezni, tehát nem mindenki tudott eljönni, de örülünk annak, hogy Szegedről is és Deszkről is eljöttek hozzánk azok a barátok vagy azok a versenyzőtársak, akikkel aztán nagyon jól szórakoztunk itt. Nyilván ez nem csak azért került megrendezésre, mert jó volt nekünk egy kicsit kiengedni a versenyszezon után a gőzt, hanem szeretnénk népszerűsíteni ezzel a görkorcsolyát, és szeretnénk azt, hogyha minél többen jönnének nem csak ilyen programokra hozzánk, hanem korcsolyázni is. Anett pedig még azt szeretné elmondani, hogy jégkorcsolyázni is megyünk. Igen, a jégkorcsolyával is próbáljuk változatosabbá tenni az edzéseket, és színesebbé a mindennapjainkat. Így néhány edzést bent a szegedi jégpályán fogunk megtartani. Most az első az vélhetőleg a két ünnep között lesz, és oda is csábítunk mindenkit, akinek csak kedve van, és tud korizni, vagy szeretne megtanulni, az jöjjön. Hétkerék Egyesületen belül ugye két egyénileg díjazott személy is van. Melyikőtök milyen díjat kapott pontosan? Én a Kistelekvárosi Sportdíjat kaptam, ami legjobb sportoló díjat jelenti. Én pedig a Ránsi Horvát János külön díjat. Hogyan készültél fel ezekre a versenyekre, illetve mennyi edzés kellett ilyen eredmények eléréséhez? Hetente 3 edzés volt, ami Tapa és Anett tartott meg, illetve télen is bejártam égkorizni, hogy amikor elkezdődik a szezon, akkor formában legyek még. És szeretsz versenyezni? Vagy hogyan állsz hozzá ezekhez a versenyekhez? Ugye komolyan veszed, vagy azért kicsit lazábbra a dolgot? Hát talán túl komolyan veszem, meg nagyon izgulok napokkal előtte, meg verseny előtt is, de utána meg kiengedek, és megvan az eredmény. Milyen érzés volt az, hogy még ugye a csapatdíj mellett egyéni díjazásban is részesültél? Nagyon jó érzés volt, nagyon örültem neki, és köszönöm mindenkinek. Hogyan látja a kisteleki görkorcsolya helyzetet, sportolókat? Mi a különbség, vagy van esetleg különbség a Szeged és a kisteleki sportolók között? Hát ugye így, hogy Szegeden is tartok edzéseket, így összehasonlítva sokkal nehezebb helyzetben vannak a kisteleki versenyzők, vagy sportolni vágyok, hiszen nincs profi pályánk, nincs lehetőségünk minden nap együtt edzeni, így baromi nagy hátránnyal indulunk a szegedi egyesületekhez képest, de hihetetlen kitartás van a csajokban és a srácokban, sokkal nagyobb, mint amit Szegeden tapasztalni lehet, és a szülőkben is. Nagyon nagy az összetartás, nagyon jó a hangulat, és úgy látom rajtuk, hogy imádják csinálni, és teljes bedobással csinálják. Amit mondok, mindent. És milyen érzéseket váltott ki önből az, hogy ugye megkapta a Ránsi Horváth János díjat, ami azért egy elég elismerő díjnak számít itt Kisteleken? Én nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam rá. Én úgy jöttem ide, hogy a csajok csapat versenyre kapottok levelét vesszük át majd, és fotózás minden, és elsőre engem szólítottak, nagyon meglepődtem, és én köszönöm a csapatnak, a szülőknek, a versenyzőknek, nagyon nagy elismerés, és ezt nekik köszönhetem. Ugye a novemberi közmeghallgatás során a Hétkerék Egyesület országos bajnok váltócsapata, ugye Kistelekvárosi Sportdíjat kapott. Milyen érzés volt ez, mikor átvettétek a díjat, vagy mikor szólítottak titeket? Egyszerűen, mikor kimondták a nevem, hogy én is menjek ki oda, felfoghatatlan érzés volt. Szóval ezt így nagyon nem lehet szavakba önteni, hogy mit lehet akkor érezni. Egyszerűen örömöt, hogy végigcsináltam ezt az évet, meg
végre egy picit díjazták is, körülbelül így ennyit. Nekem nagyon jó érzés volt, köszönöm szépen a felkészítést Anettnek és apának, és hát nem számítottam rá annyira, de nagyon örültem. Én nagyon nem tudtam mit kezdeni magammal, csak kimentem, és felfoghatatlan érzés volt. És számítottatok rá, hogy így ilyen csapatdíjat kaptok, vagy meglepetésként érte ezt titeket? Egyáltalán én nem számítottam rá, mert mi ezt csak természetesen csináltuk, ahogy összeálltunk, ahogy elkezdtek minket edzetni, úgy csak csináltuk. Konkrétan én sem számítottam rá, de nagyon örültem, mikor megtudtam. Nem számítottam rá egyáltalán. Csak meglepetésként ért. És pontosan mióta űzitek ezt a sportágat? Én egy éve kezdtem el így versenyszerűen csinálni. Előtte csak így amatőrként eljárogattam néha-néha edzeni. Én 6 éve görkorcsolyázok, de úgy, hogy volt egy kis szünet 1-2 év. Én óvodáskoromban kezdtem, és 1-2 év kimaradt, de mostanában újra kezdtem versenyszerűen. Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Továbbra is szeretnétek így komoly profi szinten esetleg majd űzni ezt a sportot? Nagyon nagy vágyom az, hogy egyszer profi szinten nyomhassam ezt a görkorcsolyázást, és nagyon szeretnék egyszer országos vagy esetleg világbajnokságon dobogóra állni. Én is úgy vagyok, mint Szilvike, csak nekem a konkrét célom az országos első, és majd szeretnék igazi profiba is átmenni, csak annak megvannak az előnyei is, meg a hátrányai. Én ugyanúgy nyilatkozom, mint Szizi meg Tuti. Én is el szeretném majd menni egyszer profiba, csak hát még bakik vannak. Köszöntöm a televízió nézőket, én Huber Krisztián rendőrszázados vagyok, és a következőkben az elmúlt 2 hét rendőrségi híreiről fogok beszámolni. Az elmúlt 2 héten 4 közlekedési baleset történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az első baleset az 5-ös számú főúton következett be, december 4-én a kora esti órákban. A közlekedési esemény során 2 személygépkocsi ütközött a követési távolság be nem tartása miatt. A balesetben dologi kár keletkezett, a kiérkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki a balesetet okozó gépjárművezetővel szemben. A második baleset a 45-19-es úton történt december 7-én az esti órákban. Személygépkocsi vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg járműve sebességét, ezért az úttest melletti árokba sodródott. A közlekedési eseménnyel összefüggésben az elsődleges adatok szerint dologi kár keletkezett. A helyszínen alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív eredményt mutatott, ezért a baleset okozójával szemben mintavételre került sor. Vezetői engedélye bevonása mellett büntető eljárás indult ellene. A harmadik baleset Kistelek lakott területen következett be december 14-én a délelőtti órákban. Személygépkocsi vezetője az elsőbségadás kötelező jelzőtábla utasítása ellenére nem adott elsőbséget egy tőle jobbról érkező járműnek, ezért a 2 gépkocsi ütközött. A balesetben dologi kár keletkezett, a kiérkező rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki a közlekedési esemény okozójával szemben. A második baleset Kistelek lakott területen történt december 14-én a késő délutáni órákban. A személygépkocsi vezetője az úttestre szabálytalanul lépő gyalogost ütött el. A balesettel összefüggésben a gyalogos sérülést szenvedett. A Kisteleki Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a közlekedési esemény körülményeit. Szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopásvédség megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Az elkövetők még 2015. augusztus 14-én a reggeli órákban dolog elleni erőszakkal behatoltak az egyik csengelei ingatlanba, ahonnan horgászfelszerelést tulajdonítottak el. A lefolytatott széleskörű nyomozás eredményeként megállapítást nyert a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek kiléte. Az eljárás során az eltulajdonított tárgyakat lefoglalták, így a lopási kár megtérült.
Az ügyet vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozó ügyészségre továbbították. Csekély mennyiségű kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A kisteleki férfit december 13-án a délelőtti órákban vonták intézkedés alá a járőrök Kistelek lakott területen. A végrehajtott mintavételt követően a drogteszt pozitív eredmény mutatott, a 28 éves férfi gyanúsított kénti kihallgatása során elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. Több rendbeli, dolog elleni erőszakkal elkövetett, vagyon elleni bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság ismeretlen tettesekkel szemben. A rendelkezésre álló adatok alapján az elkövetők 2015. októbere és decembere között ópusztaszeri és pusztaszeri ingatlanokba hatoltak be jogtalanul, majd onnan háziállatokat, szerszámgépeket, dísztárgyakat és háztartási felszereléseket tulajdonítottak el. A bevezetett széleskörű adatgyűjtés és nyomozás eredményeként megállapítást nyert a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek kiléte, akiket december 16-án Kistelek lakott területén elfogtak, majd előállítottak. Gyanúsítottkénti kihallgatásuk során elismerték a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését. Őrizetbevételük elrendelése mellett a Kisteleki Rendőrkapitányság előterjesztést tett előzetes letartóztatásuk indítványozására. Járásbíróság elfogató parancsa alapján bűncselekmények elkövetése miatt körözött szemét Balázstyán vont intézkedés alá a helyi körzeti megbízott december 14-én a kora délutáni órákban. A 23 éves Borsod Nádasdi lakost elfogták, a Kisteleki Rendőrkapitányságra előállították, a kiadott elfogató parancs alapján őrizetbe vették. És végül néhány bűnmegelőzési tanáccsal szolgálnék a televízió nézők számára. Az ünnepek közelettével némi odafigyeléssel megelőzhető, hogy alkalmi lopás áldozatává váljunk. Ebben az időszakban az áruházak parkolóiban jellemzően megnövekszik a gépkocsi feltörések, a bevásárlóközpontokban az alkalmi lopások száma. Ha tehetjük, minél kevesebb készpénzt tartsunk magunknál, lehetőség szerint bankkártyával fizessünk. Értéktárgyainkat zárt táskákban helyezzük el. A gépkocsitól történt távozás után győződjünk meg az ajtók és ablakok zárt állapotáról. Az online piactereken történő vásárlások gyakran bizonytalan kimenetelűek, könnyen válhatunk csalás áldozatává. Manapság egyre elterjedtebb az adásvétel ezen formája, nem csak az árukínálat széleskörű, ahhoz kedvező árak is párosulnak. Az előreutalással történő tranzakciók lebonyolításakor tájékozódjunk a normák által előírt, kötelezően feltüntetendő adatok meglétéről, a szolgáltató vonatkozásában a név, székhely, telephely elérhetőségi adatok pontosságáról. Legyünk körültekintőek, vásároljunk megbízható webáruházakból. Köszönöm szépen a figyelmet! Az év ugyan nem ér még véget a Kisteleki Művészeti Iskolában, viszont a fél évhez egyre gyorsabban közelednek az iskola tanulói. A fél évi teljesítményekről, eredményekről és egyéb programokról Szombathelyi Árpád, az intézmény igazgatója számolt be stábunknak. Lassan véget ér itt a 2015-ös év, amely egyben a Kisteleki Művészeti Iskola fél évéhez is itt ugye már közelítünk. Hogyan értékelni ezt a fél évet most? Hát ki kell emelnem az elmúlt 18 évből, még szerencsé, hogy a legutolsó én ugye 18 éve vagyok itt, és az 36 fél évet jelent, tehát ez a 36. Hát én nagyon eredményesnek tartok minden művészeti iskolai évet, így a fél éveket is, és nem gazdasági szempontból értem ezt, hanem van egyfajta
olyan standard csoport, ami alapján minden évet össze tudunk hasonlítani. Ez nagyjából annyit jelent, hogy kötelezően elvégzendő feladataink vannak, amiknek mi, ha nem teszünk eleget, akkor széthullana az iskola. De ez az iskola egyben van 18 éve, és ebben a fél évben sem rúgja az utolsókat. Nagyon sok olyan programunk van, amit a város nem tud nélkülözni. Általában azok az iskolában megjelenő programok, amik mondjuk a mai rendezvényünk is, a diákoknak különféle bemutatói, koncertek, hangversenyei, ezek mindig visszatérők, és ezek nincsenek meg, akkor az egész nem ér semmit. Ugyanis a gyerekeket azért készítjük föl, hogy kimerjenek állni színpadra, bemerjék mutatni azokat a dolgaikat, amiket megtanultak, hogy kiállításra tehessék a képeiket, hogy megmerjék mutatni, amiket alkottak. Ugyanakkor felmerjenek menni egy-egy néptáncra a színpadra, és merjenek táncolni nyilvánosan akármilyen rendezvényen. Gyakorlatilag el is mondtam már ezzel, hogy miket tanítunk, és ebben a fél évben ez mind sikeres volt. Olyan programok is vannak, amik nem kötelezőek, amiket mi magunk vállalunk föl, mert szerződésünk van a várossal. A szerződés egy elvi csoport, igazából nincsenek meghatározva, hogy mit kell tennünk, csak az van, hogy a város kulturális életének javarészét mi kell, hogy végrehajtsuk, és ezért mi mindent meg is teszünk, hogy maradék nélkül elvégezzük, amit ránk róta. Több vagy kevesebb diák jelentkezett ebben az évben, a tavalyi évhez viszonyítva? Nagyon régóta kiegyensúlyozott a létszámunk, 400 körüli a gyereklétszám. Most egy kicsit megszaporodott, talán 10-15-tel több a zenére jelentkező gyerek, és ugyanennyivel kevesebb a képzőművészeti és a néptánc. Ez nem azért van, mert kevésbé érdeklődnek az utóbbi két társművészet iránt, hanem mert a gyerekek nagyon sokszor áttanulnak egy másik tanszakra, anélkül, hogy oda beiratkoznának. Na most a szabályok kötnek minket, hogyha a gyerek két értékelendő tanszakra jár, ahol bizonyítványt is kap, akkor tandíjat kell fizetnie. De mi a gyerekeknek el szoktuk mondani, hogy anélkül is befogadjuk őket különféle tanszakokra, hogy oda beiratkoznának, csak persze nem kapnak bizonyítványt. Ezt ki is használják, így aztán a néptáncra 30 gyerekkel több jár, mint ahányan beiratkoznak, viszont azok a gyerekek, akik mondjuk zenére járnak, így kielégíthetik a néptánc iránti vágyaikat. Ugyanez van a képzőművészetek terén is, grafikára és festésre jár néptáncos is, és jár zenész is, és ez így van szerintem rendben. Úgyhogy a körülbelül 180 néptáncos és zenész, illetve néptáncos és képzőművész gyereken túl még legalább 50-60 gyereket bevállalunk, és ugyanígy vissza is érvényes ez. Olyan gyerekek is járnak mondjuk zenei képzésre, akik egyébként beiratkozhatnának az előbbi két társművészetre is, de igazából mi az áttanítást azt célszerűbbnek tartjuk. Ez a mai gazdasági helyzet, ez nem bír el minden családban két anyagi terhet, tehát egy térítési díj megfizetést és egy tandíj megfizetést, ezt én nagyon jól tudom, és hát ezt a megoldást találom megfelelőnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy olyan 6-8 éve hozzánk mondjuk 400 plusz-minusz 10 gyerek jár. A tanár létszám az fontosabb, az lényegesebb. Most végre egy kicsit jobban megfizetik a tanárokat, mint régebben. Hát az adminisztratív teher az sokkal nagyobb, és van rajtunk egyfajta ideológiai nyomás is. Úgy érzem, kezd visszatérni az a régi beidegződés, amikor a tanárnak nem csak szakmailag kellett megfelelni, hanem a nézeteiben is meg kell felelni egy politikai elvárásnak. Ez nem túl helyes, de hát ilyen a világ, mit lehet tenni. Mik a tervek a jövőre nézve, akár a következő fél évre, akár nagyobb távlatokban? Hát nekünk nagyon sok eredményünk volt ebben a fél évben, és szeretnénk ezt folytatni, mert nem ugyanazokat a dolgokat szeretnénk újra elérni, amiket eddig elértünk, de azért elmondanék néhányat. Részt veszünk egy olyan megyei rendezvénysorozatban, ami a vonósokhoz kötődik, így nálunk volt most az idén az egyébként a kitalálásában is részt vettünk, az Ezüst Húr hegedű találkozó, mondhatnánk hegedű versenynek is, de ugyanakkor részt veszünk az Aranyhúr megyei vonós találkozón is,
A fúvószenekarunk elérte a csúcspontját, ugyanis most nemzetközi kiemelt aranyminősítést szerzett az idősebb Vándor Rudolf emlékhangverseny keretében lebonyolított minősítő hangversenyen. Ebből az alkalomból egy kiadványt is szerkesztettünk a Kisteleki Fúvószene 100 éve címmel, amiben a most jelenleg fungáló ifjúsági fúvószenekarunk az utóbbi 20 évet takarja le, és ez nagyon nagy eredmény, hogy együtt van ez a zenekar, sőt 25 évet, nem is 20-at. És most igaz, megszűnt a zenekarhoz kötődő mazsolett, mert csökkent az igény, de úgy néz ki, hogy a zenekar megtalálta a néptánc együttest partnerként, és egy teljesen új szint vittek be ezzel, nem csak a repertoárjukba, hanem a megjelenési módjukba, és a tetszés is nagyon mérhető volt a legutóbbi hangversenyen. Nagyon fontos számunkra a képzőművészet, mert most már majdnem 40, inkább 50 éve van képzőművészkör Kisteleken, 15 éve van a Szentegyházai alkotótelepünk, és 16 éve rendszeresen csinálunk őszi tárlatot is, amellett, hogy az erdély tárlatot is megrendezzük minden évben, és ezt a bevállalást szintén nem lehet abba hagyni. Tehát ezt idén is megcsináltuk, és folytatni is akarjuk a továbbiakban. Hát abban gondolkodunk, hogy igazából a nyáron csinálunk egy nagy majálist, ami a következő fél évi tervek között van, de ez is már a negyedik lesz, tehát nem új dolog. Ugyanakkor szeretnénk a táborainkat tovább folytatni, ez a fúvószenei tábor, néptánctábor és a képzőművész tábor az iskolásoknak, és képzőművész tábor van a felnőtteknek és a Szentegyházai alkotótelepen, és a vonós tanszakunk itt az iskolában helyben szokta csinálni a nyári táborát a helyi gyerekeknek, tehát gyakorlatilag minden tanszak részt vesz ezekben. Új rendezvényen nem nagyon gondolkodtunk. Anyagi forrásaink is más irányba terelnek minket. Van pénzünk, de nem gondolom, hogy a táborozást azt be kell vállalnunk a szülők helyett, mi inkább az iskola technikai felszereltségét szeretnénk bővíteni, és hát mérhető a tanárok elégedettsége most az anyagi juttatások terén is, és nem szeretnénk negatív számot kihozni ebben. Ez valószínűleg érthető is. Most következő mesefelolvasásunkban Móra Ferenc Télapó haragja című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Móra Ferenc Télapó haragja. Régen történt, bizez régen, abban az időben, amikor még tűzön aszalták a jeget. Jégre tették a meleget. Az volt csak a jó világ, a vígvilág. Még akkor a só is sósabb volt. Virágosabb a tavasz, hosszabb a nyár. Áldott az ősz. Hogy nagyot ne mondjak, nagyobb volt akkoriban a búzaszem, mint most egy mágfej. A mogyoró olvasma is elmehetett volna diónak. A diót meg kellett törni a küszöbön, mert a héjába nem fért be az ajtón. No, ha nem télapó, akkor is csak olyan goromba legény volt, mint mostanában. Akkor is csak olyan öreg volt már, mint az országút, ha savanyú kedvében megrázta a fehér szakálát, egyszerre beborult a vígvilág, szép világ. Nem látszott ki egyéb a nagy hóból, csak a varjú népség. Azt se tudott egyebet kiabálni, csak az, hogy kár, kár, odanyár. Bizony kár, sóhajtottak az emberek, mert többet ér egy nyár 100 télnél. Hó-hó, sikoltott mérgesen télapó, csak úgy csikorogtak bele a száraz faágak. Ugyan minek is teremtette a jó Isten azt a gonosz telet? Virág tördelőnek, madár pusztítónak, ember sanyargatónak. Hi-hi-hi, hu-hu-hu, ha-ha-ha, kacagott bele télapó a kéményekbe, csak úgy borsózott bele az emberek háta. Hely, de nagy öröm voltám, ha egyszer megenné a farkas a telet. No, ha nem erre már csak ugyan megharagodottám télapó. Kapta magát, szett. Te vette sátorfáját, úgy elszelelt, meg sem állt, míg azok közé, a magas zord hegyek közé nem ért, ahol már a madár se jár. Ott ütött anyát, égnek meredő ormokon, onnan süvöltött le nagy bőszen a világra.
Megálljatok csak, hívjátok még ti vissza Tél apót. Csak lesd, mondták az emberek nevetve. Soha gazdagabb termést nem adott a föld, dúsabb gyümölcsöt nem hoztak a fák, mint abban az esztendőben. Alig győzték az emberek betakarítani az Isten áldását. Siessünk, emberek, biztatták egymást, amíg télapó megint a nyakunkon nem ül. Bizony, nem jött télapó, kár volt tőle ijedezni. A napocska szüret után is csak úgy szórta a sugarát, mint aratáskor. Nem volt, aki felleg fájtlott, tekergetett volna elébe. Tele volt virággal a mező, nem volt, aki letakarja. Tele dallal az erdő, hideg szelek nem kergették el a madarakat. Nini! Örvendeztek az emberek. Nyilván csak ugyan megette a farkas a telet. Nem nagy becsülete lesz az idén a kemencének. Nem is kellett tűzre való után járni senkinek. Sütött a napocska úgy, hogy a fák már el is sokalták. Leperzselődött, leégett róluk a levél. Nem bólogattak lágyan, szeliden, mint máskor. Csörgött, csikorgott, a nagy szomorúság volt még hallani is. Szállj meg télapó, meredeztek a poros levegőbe a sorban gajak, mert elveszünk nálad nélkül. Lesült a rét, kiégtek a mezők, meghasadt a föld, a csillagfényes tikkadt éjszakákon fölül sóhajtottak az égre. Könyörül rajtam, tél, apó, takar be sebeimet puha fehér hótakaróval. Ezek az emberek nem áldották már ezt a végtelen nyarat. Kicsorbult az eke a kiégett földeken, nem lehetett szántani, vetni. Nagy kínnal, ha bírtak itt-ott barázdát hasítani, hiába szórták bele a búzát, nem vette gondjába télapó, nem takargatta be meleg takaróval, puha fehér hóval. Féreg kiette, egér elhordta, szárasság megölte a drága vetőmagot. Nincsen vetés, nem lesz kenyér, sóhajtoztak az emberek, reménykedve tekintettek a magas hegyek fölé, hát, ha mégiscsak leszáll közébük télapó. De nem szállt ám. Akárhogy könyörögtek neki, abban az esztendőben nem látták a telet, de nem is ettek a másikban kenyeret. Lett olyan éhség, hullottak az emberek, mint ősszel a légy. Akik megmaradtak, azok nem győztek hálálkodni télapónak, amikor megint leszállt a földre fehér ruhában. Ó, télapó, mit érne nálad nélkül a nyár? Télapó jókedvűen nevetett. Megígérte, nem haragszik meg többet az emberekre, de az emberek se akarják magukat az ő dolgába belevetni, hanem az emlékezetes legyen nekük a lecke. Sose nőtt többet dió olyan nagyra, mint az előtt. Ugye milyen kár? A Hét Színvirág Óvoda gyerekei betlehemes műsorra készültek a közelgő ünnepek alkalmából. A most következőkben a műsor teljes egészében tekinthetik meg. Sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, nyugdíjas kolléganőket, rokonokat, nagytestvéreket, és mindenkit, akit megtisztelt azzal bennünket, hogy eljött és megnézi a Szivárvány csoportosok betlehemes műsorát. Kezdeném azzal először is, ami számomra egy picit öröm, egy picit bánat, hogy a nyugdíjasok tábora két fővel bővül, hiszen az óvodánkból, az idei tanévtől, illetve hivatalosan most már december 1-től, Szabó Sándorné, Kódi Katalin a megérdemelt nyugdíjas éveket töltik, és ezúttal szeretném neki megköszönni azt a sok szépet és jót, amit kaptunk tőle az elmúlt évek során, és sok szeretettel várjuk őt mindig vissza, tanácsaira mindig számítunk, és örömmel fogadjuk. Kati, légy szíves! Pedig a búcsú pillanataik vannak, amik azt gondolom, hogy mindig örömmel és szívesen jók. A másik nyugdíjasunk Teresvényi Tormatára, aki
műsorát adni, és Márikát holnap is látjuk sok szeretettel. Most kérem szépen, fogadják sok szeretettel a szivárványokat. Thank you.
Hát
szívesen áll. Hagyományos magyar ünnep a lucanap, avagy a lucázás, amiből a kistelki hétszínvirág óvoda sem maradhatott ki. A most következőkben az óvoda által előadott lucanapi műsor tekinthetik meg. Thank you.
Yeah.
most következőkben az általános iskolásoknak eladott hangversenyt tekinthetik meg, melyet a Kistelki Művészeti Iskola diákjai, illetve volt diákjai adtak elő. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit így karácsony előtt, és azt hiszem, hogy most már a hagyományosnak mondható kis bemutatónkat szeretnénk nektek átadni karácsonyi ajándékként. Nagyon jó ez nekünk művészeti iskolásoknak is, mert a gyerekek, amit tanultak első fél évben, van hol bemutatniuk. Nagyon jó nektek gyerekeknek is, mert ugye így karácsony előtt már kinek van kedve az iskolában tanulni, sokkal jobb itt eltölteni egy 3/4 órát, talán egy kicsit hosszabbat is, de ezt már nem ismerem mondani, mert akkor a tanítónénik haragudni fognak. És nagyon jó, én szerintem a tanítónéniknek is, mert látják, hallják, hogy akik a művészeti iskolában járnak, gyerkőcök, azok mit csináltak ebbe a fél évbe. De nem csak azokat, akik itt vannak, hozzánk járnak az általános iskolában, hanem azokat is fogjátok látni, hallani, akik már végeztek, és már gimnáziumba járnak, akikre már büszkék lehetünk, hogy meddig jutottak el. Én nem is szeretném tovább húzni az időt, pont azért, mert ugye kevés a műsoridőnk. Hál' Istennek, mert ez azt jelenti, hogy sok mindent akarunk bemutatni. Egyből fölkonferálnám az első produkciót. A Kistelki Művészeti Iskola részfúvós együttesen következik. Karácsonyi énekeket fognak előadni, azaz egy velegbe fogják ezt megszólaltatni. Előadják trombitán Magyar Bálint, Magyar Dániel, Mészáros Bart, vagy Bosó Bonifánc, Tűrtön Györgyel Gábor, Tenorkőtön Magyar Arnold, Luba Zoltán, Tubán Sutka Máté Kalmár Gergely, a csoport művészeti vezetője Kalmár Gergely. Thank you.
ezután a laza kis Mikulás sapkás bevezető után, hogy nagyon szépen köszönünk a Részfogós Együttesnek, egy kicsit csendesebb vizekre evezünk, a művészeti iskolának a vonósai fognak bemutatkozni. Három darabot fognak játszani. Először Nagy Márk és tanára Bobitné Válid és Zsuzsanna Hegedűn fogja eljátszani a Csillagoknak teremtőjét, zongorán kísért, Kucsadáné Kálmán Erika. Thank you.
Hát azt hiszem, hogy meg kell, hogy dicsérjem a közönségünket, mert amit ismertetek, három darabot, azt olyan szépen énekeltétek, hogy ez bravo mindenkinek. Most a következő műsorszám egy szólista lesz, Sisár Dorka majd a park menetjét fogja előadni nekünk zongorán.
elárulok nektek egy nagy titkot. Ami tetszik, azt nagyon le kell tapsolni. De hogyha valaki ugye itt fönt a színpadon véd valamit, aztán hibázik, mert bizony-bizony ez előadó művészet, ez lehetséges, hogy itt a színpadon valaki téved, azt még jobban meg kell tapsolni, még jobban biztatni kell arra, hogy fú, csináljad, mert nagyon sokat készült azért, hogy ez létrejöhessen ez a produkció. A Klarinét együttes után egy duó következik, akik tulajdonképpen egy versenyre készülnek, Szentesi versenyre, és már játszották is, most is eljátszák, de a következő rejtekben is többször, majd növendékhangversenyen is fogjuk hallani tőlük ezt a duót. Azért, mert szeretnék próbálgatni, hogy hogy is szól, mert zongorával és fugulával nem olyan könnyű egy ilyen kettőst összehozni. Hidas Frigyes szvitjéből fogunk hallani két tételt, az egyik címe Én meg te, a másik címe pedig Fogócska. Előadja Sebő Tóra fuvolán és Nagy György Hannak zongorán, felkészítő tanárait Peter Éva Berenikvé és Horváth Lívia. Yeah.
és még mindig tudunk színesíteni a produkciókon, mert egy tanszakunk még nem egy, még több tanszakunk nem mutatkozott be, de a következő produkción gitár lesz, Balogh Viktor fog nekünk két darabot előadni, és most jön a nyelvterő. Szegreász cédületűt, és Torleszon You Are Free My World című talapját fogjátok hallani. Felkészítő tanárok, Mészáros Rudolf tanárok. Ismét együttes következik, a Művészeti Iskola Fuvola együttese fog most játszani. Ők is karácsonyi dalokat, kettő karácsonyi dalt adnak elő, a Éjjel a világ és Csendeség. Előadják Bukusz Fanni, Kovács Judit, Serő Dóra és Katona Torka.
Igen, a rövid tereprendezés után bizonyára ott is rájöttetek, hogy valami más fog következni. Hát nem csak zeneoktatás, hanem művészeti iskolában néptáncot is tanítunk, és a néptánc csoportunk fog következni. Hát ők most nem pásztortáncot fognak előadni, mármint karácsonyi pásztortáncot, hanem egy mezőségi táncot fognak táncolni. A művészeti iskola Seprence néptánc csoportja fogja előadni. A koreográfiát Csókási Imre készítette, felkészítő tanár Szakmai Éva és Kalmán Gergely.
türelmet kérnék, mert az idő együttes fel kell, hogy pakoljam. Egy perc. Igen, és akkor meg is vannak a pakolással, és akkor a záró műsorszámot szeretném fölkonferálni, de még mielőtt ezt megtenném, azért elmondanám, hogy remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és így karácsony előtt egy kicsit lehetett feloldódni az iskolába, örültetek ennek is. Tehát hallgassátok nagy szeretettel a Művészeti Iskola ütőegyüttesét. Egy Szafridó számot fognak előadni, és Johannes Brahms 5. magyar táncát halljátok tőle név szerint. Aboli Csengétől, Csáki Csongortól, Mészáros Zsoltól, Böde Zététől, Tizsán Lajostól, Kucsora Istvántól, Bárba Jánostól és felkészítő tanárjuktól, Greg Satibortól. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, és még ehhez jó szórakozást kívánunk!
Következő adásunkat december 22-én kedden este a Torától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételeinkkel jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!